YouTube-os videónkat, nyilván ezt még meg kell szerkeszteni. Nagyon-nagyon meleg van, úgyhogy ti is figyeljetek arra, hogy sok folyadékot isztok ezekben a nagy melegekben. Mi is ezt tesszük, most fújunk egyet, aztán haladunk tovább a napi teendőnkkel. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a csomagokat. Igen, engedjétek meg tényleg, hogy szívből megköszönjük mindenkinek a kedves csomagjait. Köszönjük szépen, tényleg nagyon kedvesek vagytok. Sziasztok, én Hajni vagyok. Sziasztok, én pedig Szán Zoltán volnék. A mai videónkban újabb csomagokat fogunk nektek bemutatni, amit ti, a családtagjaink küldtetek nekünk, de mielőtt elkezdenénk ezt a csomagos videót, engedjétek meg, hogy egy észrevételt tegyünk nektek, amiről hát szeretnénk, ha ti is tudnátok, hiszen a csomagoknak a költségeit ti fizetitek, és sajnos többször érkezik olyan csomag, legyen az akár a postával, akár futárokkal szerződve küldött csomagok, amik sajnos sérülten érkeznek. Több dobozon is észrevettük, hogy bizony be vannak horpadva, be vannak nyomva, ki van lyukadva a doboz, vagy ki van szakadva, ám bár nem tudom, hogy ezt hogy tudja megcsinálni egy futár, egy kézbesítő, és vannak bizony olyan dobozok, ahol lábnyomok is találhatóak. Igen, lábnyomok, jól hallottátok. Erről én is tudnék egy-két dolgot mondani, ugyanis Pesten dolgoztam éjjelente, mint futár. Este 11-től reggel 8-ig, 9-ig, 10-ig vezettem. Ugye én is kézbesítettem, bár nem olyan módon, mint a, hogy is kell mondani, nappali futárok. Ugye én az áruházakba vittem éjjelente és hajnalban az árut. És ott, amikor nekem mutatták be a sofőrök, amikor egy-egy kanyarra, körre elvittek, hogy mit, hogyan kéne csinálni, ott bizony mondták nekem, hogy ne foglalkozz a csomagokkal, lépjél rá nyugodtan, nem kell ezzel törődnöd, a lényeg, hogy kiad, átadtad, minden más a cég, tehát a két cégnek a dolga, ha esetleg valami nem tetszik neki, akkor úgyis majd visszaszámlázzák. Gondolom ez így van máshol is. Viszont én sosem léptem rá a csomagokra, mert nem tudtam azt megtenni. Igen. Valamint volt olyan, ugye, hogyha a Hajni veszi át a csomagokat, ugye kimegy a fekete ruhába, és akkor tiszta, egymerő retek a Hajninak a ruhája, mert olyan koszosak a furgonok, de ez tényleg így van. Mi egyébként, sőt Nílával együtt, ugye amikor én végeztem, igen, amikor már ugye a boxból kijöhetett Nila, és bent voltunk a szálon, ugye minden egyes kanyar után, kisöpörtük a furgont, és x naponta fel is mostuk. Igen. Én nem szerettem, ugye nyilván én is beléptem a furgonba, nem a dobozokra, hanem a furgonba, nyilván koszos poros lábbal, cipővel, utána azt ugye kisöpörtük. Hát igen, mert ugye te mondtad, hogy azért te úgy pakoltad, hogy tudtad a sorrendet. Ja, igen, igen, mert ugye ez is nagyon furcsa, hogy vannak futárok, akik a pici dobozra ráteszik a nagy dobozokat, és akkor össze-vissza nyomnak mindent. Igen. Na mindegy, ezt meg akartuk említeni igen, nektek. Arra igen, hogy ezzel kezdjük ezt a csomagos videót, de úgy éreztük, hogy... Azért akartuk ezt megemlíteni, mivel igen, van olyan most is nálunk olyan termék, vagy nekünk szánt meglepetés, ami sajnos sérült eljött, amit egyébként igyekeztünk megragasztani. De ezt majd meg fogjátok látni. Igen. De ennek ellenére köszönjük szépen tényleg, hogy ti elveszitek a fáradtságot, hogy ennyi csomagot küldötök nekünk. Nagyon szépen köszönjük. Úgyhogy engedjétek meg, most hogy... egy picit le vagyunk maradva, úgyhogy megpróbálunk ebben a videóban minél több csomagot bemutatni. Ha esetleg valakié kimaradna, elnézést kérünk, igen, a következő videóban majd pótolni fogjuk. Tehát mindenkire sort kerítünk. Csak kell hozzá nekünk egy kis idő. Igen, igen, de tényleg nagyon-nagyon sietünk és próbáljuk. Igen, most ezt megpörgetjük ezt a videót, mert eleve le vagyunk maradva. Igen. Tehát akkor kezdjük is el a mai csomagos videóinkat. Engedjétek meg, hogy az első csomagot bemutassuk, ami érkezett, amit a mi közelebbi családunktól kaptunk, mégpedig Győzőkétől. Ugye ő Nílácskának a nagybátyja volt,
illetve a mai napig is az, és az is marad. Nem tudom, melyik ez ehhez valószínűleg. Ugye tudjátok, ez az újfajta őrület, ez az a bizonyos, fogalmam sincs mi a neve, nyomkodós játék, mondjuk így, tényleg nem tudom mi. Ugye a TikTokon, a YouTube-on eléggé elterjedt, különböző formái vannak, különböző nagyságai, ugye vannak rajta számok, ha jól tudom, az egyikben golyót lehet elhelyezni, és akkor lehet nyomkodni, és aki megtalálja, az nyer, vagy valami ilyesmi, nem tudom, de ez közben már víz alatt nyomkodják, a homokban, leöntik slime-mal, meg mindenféle kutyafülével, úgyhogy ezt győzőkétől kaptuk, Nilának nagybátyától, valamint Alexától, igen, győzőkének párjának a kislányától. Igen. Jól mondtam, ugye? Igen. Viszont valamelyik dobozban, valamelyik csomagban mi már kaptunk egy ehhez hasonló játékot, csak az 6 szögű vagy 8 szögű igen, volt. Igen, igen. És ez ráadásul pillangós. Ugye be lehet nyomni, nem tudom, így nyomkodós játék, most ez az új őrület. Igen. Köszönjük szépen Győzőkének és Alexának ezt az ajándékot, ezt azóta, mióta ugye Győzőkétől megkapta Nírácska, azóta ott van az ágyacskájában, és ez ott is fog. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Következő csomagunk Tündétől és Ottótól érkezett. Nagyon-nagyon örülünk neki. Tündéről és Ottóról annyit lehet tudni, hogy ők külföldön élnek. Tünde úgy írta, hogy ő már 40 éve, ha jól mondom, Bécsben él, mert az ő férje osztrák állampolgár, de az idejük nagy részét itt a balatoni házukban töltik, és innét már Magyarországról küldte nekünk a csomagot, amiben ruhákat tett, és képzeljétek el, hogy abba a csomagba szánt egy kabátot a ne számomra. Mondván, hogy jó lesz Hajninak. Igen. És sikerült eltalálni a méretet, ugye, mert szerintem igen, jól állt, úgyhogy... Igen, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm ezúton is nektek. Tényleg pont a méretem, és örülök neki. És ugye a színe pedig fekete, aminek szintén nagyon-nagyon örülünk. Tünde ez mellett még küldött nekünk édességeket, és nem csak ránk gondolt, hanem Nílára is. Nem is egy dolgot, hanem több dolgot tett ebbe a dobozba, amit Nílácskának szánt. Úgyhogy engedjétek meg, hogy ezeket bemutassuk. Közben adogatok sorba apának, jó? Ezt a pillangót kaptuk Tündéjéktől. Lila és csillogós, ami ugye szintén Nila egyéniségét tükrözi teljes mértékben. És ez megint egy olyan pillangó, amilyenünk még nincs, de már van. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük Tündének ezt a pillangót. És a pillangók mellé kaptunk még első ránézésre, nem biztos, hogy ti ezt tudni fogjátok, mert megmondom őszintén, én is azt hittem, hogy ez egy dísz. Én azt hittem, hogy egy ilyen kő. Igen, ugye? És nem az, hanem... Lefényképezem, mert lehet, hogy így picike is nem látszik. Képzeljétek el, hogy ez gyertya. Igen, tele van csillogóval. Igen, igen, ilyen ezüst csillám, úgy kell mondani, ugye? Ezüst csillám gyertya. Úgyhogy ez is gyönyörű, és örülünk neki. De még itt nincs vége, mert még mindig kaptunk tőlük. Ezt a... Ez is kőből készült, egy ilyen emléktárgy, amit ha mi jól fordítottunk, akkor igazándiból ennek az a jelentése, hogy örökké emlékezetünkben, amit szívből köszönünk nektek, hogy ti is így érzitek, mert mi is így érezzük, hogy Nila feledhetetlen és örök számunkra, és ezek szerint többetek is ugyanígy érez, hogy felejthetetlen Nila számotokra is. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Szeretnénk azt is megköszönni, hogy többen gondoltatok arra a kezdeményezésre, ami a tablethez fűződött, és ezúton szeretnénk nektek bejelenteni egy örömhírt. Így van, hogy az első tablet vásárlása folyamatban van.
Úgyhogy bízunk benne, igazándiból mi már megnéztük, hogy milyen tabletet szeretnénk vásárolni, úgyhogy ez jelenleg folyamatban van, és hogyha sikerülni is fog, tehát hogyha már ténylegesen itt lesz a kezünkben, akkor erről majd be fogunk számolni nektek, és azt is meg fogjuk mondani, hogy kinek fogjuk átadni. Ugyanis már nézegettük ugye a lehetőségeinket, és úgy néz ki, hogy meg lesz a kiszemelt családunk. Valamint volt egy olyan kérdés, erre gyorsan szeretnék válaszolni. Valaki kérdezte a név, most nem jut eszembe, volt egy olyan komment, hogy mi alapján választunk családokat. Tehát mi alapján döntjük el, hogy kinek mit, hogyan adunk. Erre egész egyszerűen az a válaszunk, hogy sehogyan. Igazándiból, hogy is mondjam, nagyon nem mernek jelentkezni a családok, ezért megpróbáljuk mi felkutatni őket. Jelen esetben arról van szó, hogy igazándiból a távolságot vesszük figyelembe, ugye a pécsi gyermekosztály van hozzá közel, és az ott tartózkodó anyukák között szoktunk érdeklődni. Egész egyszerűen csak erről van szó. Így van. És ott ugye, akikkel mi felvesszük személyesen a kapcsolatot, úgy tudjuk, igen, hogy mire van szükségük, gyerkőcük méreteit, meg mindent. És esetleg szájról szájra terjed, és akkor vigyük el az információ másokhoz is, és hozzánk is. Igen, úgyhogy ezt az örömhírt szerettük volna veletek megosztani. Én nagyon szépen köszönjük mindenkinek a támogatását. Igen, köszönjük szépen. Engedjétek meg, hogy tovább menjünk akkor a csomagokkal. Tovább robogjunk. Igen, robogjunk is tovább. A következő csomagunk, amiről beszélünk, nem is egy csomag, hanem több csomag, de ugyanattól a személytől érkezett. Méghozzá Pesti mamáról van szó, aki többször is meglepett minket. Hát igen, olyan gyorsan küldi a csomagokat, hogy szinte ki sem bírjuk bontani. Igen, ő is több csomagot küldött. Voltak benne csajos játékok, táskák, ablakdísz, óra. Lehet, hogy mindent fel sem tudok sorolni a következőkben. Újságok voltak ezek, tudjátok, ezeket a foglalkoztató újságokat küldte gyerekeknek. De te, mint többetek, Pesti mama is számunkra is, illetve Nilácskának is küldött ajándékot. Úgyhogy ebből szeretnénk nektek most bemutatni. Apa-asszisztensnek átadom, aki közelebbről is bemutatja. Nem, ezt szerintem így tudom mutatni. Ilyen gyönyörű doboz, ez is csillog-villog, és van rajta egy hatalmas nagy lepi. Igen, hát gyönyörű, úgyhogy tényleg szívből köszönjük Pesti mamának. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt ő készítette személyesen. Igen, én is arra gondoltam, ugye, hogy a dobozra ő szerelte, ragasztotta rá, ráadásul úgy, hogy igazándiból még mozog is. Tehát igen. Nem lehet letörni, tehát úgy van rá, meg nem tudom, hogy mutassam. Persze. Tehát úgy van megcsinálva, itt, ugye ezt mozgathatjuk, persze nyilván nem akarom letörni. Igen, de ugye gyönyörű. Kicsit olyan élethűbb lett. Igen, és annyira örülünk neki tényleg Pesti mamának, és nem csak ezt küldte, hanem volt bent egy pénztárca is, amit én már használatba vettem, mert azon is csupa lepi van. Úgyhogy annak is nagyon-nagyon örültünk. Örülök, most én használom azt, mert az ilyen nőies, apának nem, hanem nekem való, úgy érezzük. De nagyon-nagyon szépen köszönjük. De itt még mindig nincs vége, hogy mit kaptunk Pesti mamától. Ezt az apa megmutatja. Ebben a dobozban, ti nem érzitek, de az illatok csak így terjengjenek itt a szobában. Ez is egy frissen őrölt kávé, ha így kell mondani. Igen, én úgy érzem, hogy igen. Ez, ha minden igaz, akkor az a csoki ízesítésű, ugye? Igen. Csoki ízesítésű kávé, amit belecsempészett nekünk ebbe a dobozba személyre szólóan, úgyhogy ennek is nagyon-nagyon örülünk, és el fogjuk fogyasztani tényleg, mert mostanában tényleg gondoltok ránk is, hogy mi kávézunk, kávézgatunk, és kapunk ilyen különlegességeket, amiket hát mi még ilyeneket nem ittunk. Elnézéseteket kérem, közben itt egy kis pakolás történt, mert tényleg annyi mindent küldtetek, hogy erre a pici asztalkára nem is biztos, hogy felfér minden. Mert képzeljétek el, hogy Pesti mama még egy másik fajta kávét is küldött.
ezt az utána lévő csomagba, de hát ugye, mivel kicsit le vagyunk maradva, ez egy most egyszerre történik bemutatásra, és ez pedig egy vanília ízű kávé, amit ilyet sem ittunk még, úgyhogy ennek is nagyon örülünk, ki fogjuk ezt is próbálni a szép csészékből, amiket hát tőletek kaptunk. Tehát akkor volt egy csokoládés és egy vanília. Igen, igen. És ezek biztos, hogy nagyon finomak, mert már az illatuknak olyan aromája van tényleg, hogy belengi teljesen a szobát ezek az illatok. Nagyon szépen köszönjük. És itt képzeljétek el, hogy Pesti mama közben küldött egy levélküldeményt is, amiben pedig szalvétákat tett, nem is egyfélét, hanem megpróbáljuk így megmutatni, mert azt hiszem, hogy egy kész gyűjteményt küldött ide nekünk. Igen, és nem tudom, hogy mennyire verődik vissza a fény, csupa lepés. Tehát az összes szalvétán lepi van. Igen. Úgyhogy tényleg ennek is nagyon-nagyon örülünk. Ez pedig egy kék mintán egy gyönyörű rózsaszín nagy lepi. Ez is gyönyörű, és tényleg megint olyat küldtetek, amit még nem láttunk, nincs még számunkra ilyen, úgyhogy ennek is nagyon-nagyon örülünk. És még volt egy... Mondjuk ezen van valami vers is egyébként. Megmondom őszintén, nem is vettem észre, azt hittem, hogy az valami minta. És ez pedig a harmadik féle, ezen is vannak pillangók is, ugye a virágon és különböző kis bogárkák. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük Pesti mamának, hogy ezt is elküldte számunkra. Ezeket a szalvétákat ugye Pesti mama ilyen különböző pillangós tartóba küldte, és ebből a másik tartóba pedig a levele van. Amiből én csak annyit szeretnék nektek elmondani, hogy Pesti mama megosztotta velünk, hogy ő a negyedik emeleten lakik, és mégis... Tehát ez is egy lepis. Igen. Hogyan kell mondani? Levéltartó? Levéltartó, igen. Ilyen kis irattartó, vagy hát ugye ki mit tesz bele. És Pesti mama a levelét tette bele, amiben leírta nekünk, hogy őt is meglátogatta Néla. És... Azt mondta, hogy teljesen egy különleges élmény volt részére, mivel ő a negyedik emeleten lakik, és a fürdőszobájába nem tudja, hogy honnét került oda, de egy pillangó volt a fürdőszobájába, és úgy írt, hogy amilyen észrevétlenül jelent meg ott nála a fürdőszobába, olyan észrevétlenül távozott is, úgyhogy azt mondta, hogy tényleg ez egy hihetetlen élmény volt számára, és köszönjük szépen, hogy leírta nekünk, és megosztotta velünk ezt a történetet. Igen, egyébként nagyon sokatok meg is mutatják ezt nekünk, igen, videó formájában, kép formájában, hogy éppen ott volt egy pillangó, odaszállt hozzájuk, hozzátok. Úgyhogy majd lehet, hogy ebből is vágok be egy-két részletet. Igen, úgyhogy ezt is nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen! Pesti mama, képzeljétek el, hogy még egy nagyon gyönyörű díszsel készült nekünk, amit ő saját maga készített. Ez egy csupa-csupa lettkés, hát nem tudom, jól mondom, mert kaspóban pillangókkal díszített tulipán, amit ő saját maga készített. Ha jól mondjuk, akkor ez ilyen színezett vagy színes harisnyákból készült, és emlékezett rá, hogy nekünk a tulipán a kedvenc virágunk, és ennek örömére ő ezt a tulipános díszt. Ja, lehet, hogy én így fölemeltem, és lehet, hogy nem is látszik belőle semmi. Nem tudom. Egyébként igen, le volt írva, hogy harisnyából vannak a levelek, és milyen érdekes, hogy ennek ellenére a levélnek a redőzete is látszik, tehát teljesen élethű lett. Igen, úgyhogy nagyon ügyes igen, van neki is. Igen, úgyhogy tényleg köszönjük szépen, hogy tényleg elvettem. És még ott találhatóak ugye a virágokon, ott csücsülnek a pillangók is. Igen, és arra is figyelt, hogy ugye a pillangó, három. Igen, három pillangó. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. Én nem is tudom, hogy ezt hogyan tudta kivitelezni, de nagyon szépen köszönjük, hogy tényleg ennyi időt és energiát fektetett abba, hogy ő egy ilyen ajándékot küldjön számunkra.
Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Judit csomagja a postával érkezett. Ő egy pillangót küldött nekünk, ami fából készült, és hát az elején említett dolog ezzel a kis díszsel történt. Így mutatom, hátulról egyébként már meg van ragasztva, több helyen is, folyékony ragasztóval, Nilának a ragasztópisztolyát használtuk ehhez. Próbáltam pillanatragasztóval, de azzal nem sikerült. Ugye ez egy nagyon szép lepi, ráadásul fából készült, és van alatta is egy kis lepi. Majd megpróbálom megmutatni valahogyan. Igen, és hát sajnos ezt így érkezett, de szerencsére apa tényleg korrigálni tudta, és nagyon gyönyörű lett így ez a dísz, és két követ is csempészett még bele ebbe a csomagba Judit, amit szintén ő készített. Megmondjuk őszintén, én ezt elviszem. Ezt így nem tudom megmutatni, mert kitakarja az ujjam, ezt le fogom fényképezni. Jó, rendben. Jó. És azt néztük, hogy milyen érdekes, tehát ilyen eredő van rajta. Ezt valami, én nem is tudom, milyen festékkel festette rá. Igen, próbáltunk rájönni, de mi nem tudtunk rájönni, és akkor ezt az apa fénykép formájában be fogja nektek mutatni. Úgyhogy ezúttal is szeretnénk Juditnak is megköszönni a kedvességét, köszönjük szépen! A postának viszont nem szeretnénk megköszönni, ugyanis úgy beletuszkolták a postaládába ezt a borítékot, hogy szanaszét törték ezt a szép lepit. Igen. És nem ez volt az első hibájuk, nem. Sajnos. Nem. De Juditnak tényleg természetesen nagyon szépen köszönjük, és lefényképezem, hogy jobban is lássátok, ugyanis ezekre a szép kövekre is ugye elfestette Judit a pillangókat. Igen, köszönjük szépen, ezeknek a díszköveknek is meg lesz a kis helye Nélácska szentélyébe. Köszönjük! Következő csomagunkat Viktória küldte. Ebben a csomagban tényleg egy doboz popcornt küldött a gyerkőcöknek. Igen, tudjátok, ez az a popcorn, amit ugye a mikróba kell betenni. Nem tudom, ebben a dobozban van 10-12 darab, nem tudjuk, nem bontottuk ki. De ezt szépen ugye el fogjuk osztani, és akkor majd be fogjuk vinni a kórházba. Igen, és még maszkokat is tett bele Viktória. Sőt, képzeljétek el, hogy Viktória nővére is közben járt ebben a csomagban, aki pedig ezeket a, ha jól mondjuk, gyógyulj meg plüssöket küldte, mégpedig az óriás plüss bebáruház jó voltából, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük Viktória nővérének is ezt a meglepetést. Tényleg. És nagyon pihe-puha plüss, pihe-puha maci. És ugye rá van írva, hogy gyógyulj meg. Ebből is kaptunk néhány darabot, úgyhogy ezt is majd bele fogjuk csempészni a csomagokba. Igen, köszönjük szépen. És Viktóriának a férje is közben járt ennek a csomagnak az összeállításánál. Viktória férjét kérte, hogy vásároljon gyertyákat, de ő azt mondta neki, hogy rózsaszínt. Ő olyat nem kapott, és ezt a színes gyertyát választotta. És Viktória mondta, hogy elnézést kér ez miatt. De ne kérjetek miatt elnézést, mert Nilának nem csak a rózsaszín volt a színe, hanem szerette a lilát is, és ami ebbe is láthatók, ezek a neon színek. Úgyhogy tényleg szívből köszönjük, mert lehet, hogy véletlen, de mégis Nila színei szerepelnek ebben a gyertya összeállításban is. Úgyhogy tényleg szívből köszönjük nektek ezt a csomagot, de még mindig Nilán kívül ránk is gondoltatok. Ezeket én közben elveszem, és apa közelebb tolja. Ez pedig... Ebből egy doboz mi jött, ha jól mondtam, dobozni. Igen, jó. Nem tudom, mennyi van egy dobozban, de mi egy tasakot emeltünk ki. Ez jeges kávé lenne. Ugye a hideg napokra, a meleg napokra egy kis hideg felfrissülést, és gondoltunk is rá, hogy akkor ki fogjuk próbálni, mert ilyet sem ittunk még, hogy akkor hideg vízbe, hideg tejben, ezt meg fogjuk csinálni, és akkor el tudjuk magunkkal vinni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt a kedvességet is. Köszönjük szépen Viktóriáéknak a csomagot. Következő csomagunk Veronikától érkezett, aki közben leírta nekünk, hogy Felike édesanyjával is megbeszélte,
hogy ő támogatja őket ruhákkal, ami ott pont az ő fiáról lemaradt, de nem tudták megoldani másképp az átadást, mint úgy, hogy nekünk küldik el, és mi pedig át fogjuk adni akkor felítőjük. Így van, megtaláltuk a csomagok között, teljes egészében kiemeltük, és nyilván át fogjuk adni természetesen. Igen, ezen felül még rengeteg foglalkoztató könyvet, újságot, ha jól mondom, ilyeneket tett Veronika ebbe a füzetbe, ebbe a csomagba, de igen, lett volna a következő szavunk, ugye, hogy füzeteket és, azok is, igen. Igen, és még toltartókat is tett bele, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, ő már gondolta az iskola kezdésre, ugye? Úgyhogy mi is gondoltunk rá, köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Még tedd bele ebbe a csomagba ruhácskákat is, és gyerekjátékokat is, úgyhogy ezzel lett teljes ez a nagy csomag, amit mi kaptunk tőlük, úgyhogy köszönjük szépen még nagyon egyszer. Nagyon szépen köszönjük. Következő csomagunkat pedig Katalin küldte, ugye Katalin sem ismeretlen számunkra, ő is már többször küldött igen. Több mindent. Ebben a csomagban tett törölközőt, élelmiszert, rágcsát a gyerekeknek, gabonapelyhet, tényleg így több mindent próbált ő is ebbe belecsempészni. Emellett Nilácskának tett bele egy gyertyát. Amihez volt egy kis levél is meghagyva. Gyújtsuk ezt a gyertyát meg, mert ezt biztos nem fogjuk sajnálni. Ezzel itt arra gondolt, biztosak vagyunk benne, hogy ez nem olyan gyönyörű. De hidd el, Katalin, nagyon-nagyon gyönyörű ez a gyertya is. És mert azt mondta, hogy ez nem tartós. Dehogy nem, hát ez a gyönyörű tartója megmarad, és ha apa már meg is illatozta, igen. Én megnéztem, illatos. Igen, és gyönyörű, úgyhogy ilyet nem mondj rá, hogy ezt nem fogjuk mi sajnálni, de igen, ezt is sajnáljuk meggyújtani, de természetesen, mint mindent, sorba-sorba meg fogjuk ezt a gyertyát is, ezt az illatos gyertyát is gyújtani, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük Katalinnak ezt a gyertyát, és a gyertya mellé még nekünk is tett bele több mindent ebbe a csomagba, ugyancsak kézzel készített finomságokat, lekvárokat tedd bele, ezt közben innen elveszem, és olyan lekvárokat képzeljétek el, amiről mi még nem is hallottunk, hogy létezik olyan. Ugye? Szőlő. Én nem is tudtam, hogy szőlőből lehet lekvárt készíteni. Gondolom, akkor ezek szerint minden gyümölcsből lehet, viszont szőlő lekvárt még nem ettünk, valamint ribizli igen. Lekvárt. Ugye kaptunk előzőleg már egy ribizli szörtöt, amit Hajni meg is ivott szépen, én csak megkóstolni tudtam. Igen, köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Igen, és hát ugye apa mondta, hogy talán gyűjt ebből a lekvárból neki is, mert azért a lekvárt ő is szereti, hát mondtam, hogy próbálom beosztani, úgyhogy ő is kóstolja őket. És Katalin egy olyan egyedi dolgot is készített, amiről meg viszont tényleg még soha nem hallottunk, ez pedig dinnyehéjból készült befőtt. Igen. Nem is tudtuk, hogy van ilyen. Megmondjuk őszintén, hogy mivel most érkezett nemrég ez a csomag, még nem kóstoltuk meg, de meg fogjuk kóstolni, mert Katalin beleírta a levélbe, hogy ha... Ez egy különlegesség, igen. Szinte igen. Igen, hogy ha nem ízlik, mi dobjuk ki, de hát ilyet nem mondjon, mert eleve... Mi is ilyen mindenféle evők vagyunk, és szeretjük így azért az újdonságokat, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ránk gondolt Katalin ebbe is, és hogy ő ezt elkészítette, és küldött ebből nekünk kóstolót, és egy külön dobozba viszont azt mondott, hogy mi jött egy egész doboz. Igen, egy egész doboznyi paprika jött. Igen, az a piros, ha jól mondjuk, akkor kápia paprika. Így van, és szerencsére kibírták az utat. Egyébként épségben vannak, nincsenek benyomódva, annak ellenére, hogy a doboz egyébként igen. Kicsit be volt nyomva, viszont a paprikák azok túlélték, gyönyörű szépek, hatalmasak, szép, erős, bordó pirosak. Igen, és képzeljétek el, hogy Katalin egyesével csomagolta, ugye papírba őket, úgyhogy tényleg rengeteg energiát fordított ő is arra, hogy ezt elküldje számunkra. Úgyhogy Katalin, nagyon ügyes vagy,
nem is tudtuk, hogy léteznek ilyen dolgok, de nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ebből küldtél számunkra kóstolót. Szívből köszönjük neked ezt nagyon szépen köszönjük. Csomagot. Mai videónkban még egy csomagról szeretnénk nektek beszélni, amit Szilviéktől kaptunk. Szilvitől, Zsoltól és a két lánykájuktól, Rózától és Grétitől. Szívből köszönjük nekik is a csomagot. Lányok, minden alkalommal a dobozra és borítékra is rajzolnak nekünk egy pillangót, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük a lányoknak ezt a kis ajándékot, közbenjárást. Igazándiból Szilvi is mindig többféle dolgot tesz ebbe a csomagjaiba. A mostani csomagjaiba A mostani csomagjába is több minden csempészett bele. Képzeljétek el, tettek bele bébi ételeket. Múltkoriban volt... Igen. Ugye múltkoriban fogkrémet küldött, és most pedig... Fogkeféket. Igen, fogkeféket. Tehát tényleg mindig olyan dolgokat tesz bele, amik használhatók és nagyon jó dolgok. Rákcsákat is tett bele, babapiskót, tehát az is nagyon jó dolog, ugye? Hogy a gyerkőcök ugye ezt tényleg könnyen tudják eszegetni. Vitamint is kaptunk tőle a gyerekek számára. És az édesanyja pedig küldött nekünk házi készítésű baracklekvárt, ami igen. Szintén nagyon finom. Igen, igen, úgyhogy... Ti is nagyon ügyesek vagytok. Igen, és épségbe ideért, Szilviék csomagja is. Ó, igen, ez a csomag is, ez egy szép nagy termetes csomag volt, amit egyébként a futár szépen, úgymond áttemelt a kerítésen. Nyilván nincs 4 méter hosszú keze a futárnak, szóval 2 méterről biztos bepottyant a doboz. Mert nem hiszem, hogy daruval emelték be. De szerencsére úgy néztük, hogy nem sérült meg semmi. Igen, úgyhogy egy kicsit idegesek lettünk ezen, és ezért szerettük volna veletek közölni, hogy tényleg sokszor milyen állapotban érnek ide a csomagok, amiről nem ti tehettek. Ugye ti kifizetitek ezt a postadíjat, meg csomagdíjat, és ennek ellenére így viselkednek a csomagokkal, de szívből köszönjük nektek, nagyon kedvesek vagytok, Szilviéknek is, és Szilviék is ebbe a csomagba, ugye meglepetésként apának is csempészett bele dolgokat. Én is kaptam egy néhány dolgot, ajándékot, meglepetést, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezúton is. Igen, szívből köszönöm nekik mindent. Úgyhogy tényleg az egész családnak, ugye Szilvi is leírta, hogy a lányok sokszor segítenek neki a csomagok összeállításánál, és hogy örül neki, hogy a nagyobbik kislány, amikor valamire rákérdezett, hogy ez lehet-e ugye az övé, akkor... Igen, és hogy mégis milyen megértő, és elmondja, hogy igenis szeretné ezt átadni másoknak. Igen, úgyhogy Szilvi, ez nektek is, neked is és férjednek is köszönhető, hogy tényleg ilyen szellemben nevelitek ti is a gyerkőcöket, hogy adni jó, nem csak kapni jó, hanem adni is jó. Ugyanúgy, ahogy tényleg Nila is mindig önzetlenül, mindig másokra gondolt. Mert tényleg mindenben nem tudtunk neki olyan dolgot adni, mutatni, amiről ne hirtelen az jutott volna eszébe, hogy ő ezt másnak szeretné átadni, vagy ezzel másoknak segíteni. Ahogy ezt az alapítványunk is tükrözi, hogy ezt ő szerette volna. És igazándiból a csomagok lezárása az ennyi lett volna, de így a végén engedjétek meg, hogy még egyszer mindenkinek megköszönjük a támogatásotokat, és ezúton kérjük mindenkit, akinek módjában áll, hogy támogassa a Néla Daganatos Gyermekekért Alapítványt, mert ti is látjátok, hogy rengeteg olyan család van, akinek szüksége van a segítségre, és ebben a ti közbenjárásotok is szükséges, és tényleg szívből köszönjük, hogy gondoltok ránk az alapítványra, és hogy Néla szellemét ezáltal örökké ragyogni hagyjuk, hogy tényleg az ő neve az örökre fennmaradjon. Köszönjük szépen mindenkinek, ez a mai videónk, ez ennyi lett volna. Sziasztok, én Hajni voltam. Én pedig Szán Zoltán, ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Nyomjátok be a csengőt is, azon belül is az összes szócskát, hogy ne maradjatok le egy videónkról sem. Legyen további szép kellemes napotok, sziasztok! Sziasztok!
És még egyszer nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Így van, köszönjük.